Sziasztok, kacok, itt Kresi Csamát, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és... Igen. Igen. 10 000 feliratkozó. Ez... Hú, ezt még mindig nem bírom feldolgozni, hogy 10. Azaz, jól hallottátok. 10 000-en vagyunk. Ez nagyon menő volt szerintem. Szóval 10 000-en vagyunk, és mindjárt el tudok tudni. Hoppá. Ilyet eddig nem tudtam, ezt most tanultam meg ezt a képességet. Na mindegy, szóval 10 000-en vagyunk. Illetve amikor ezt a videót rögzítem, hogy csak 9960 nem tudom hányan, de amire ezt a videót már feltöltöm, bizony 10 000-en leszünk. És hát őszintén szólva, amikor elkezdtem a videózást, úgy másfél éve, illetve komolyabban a videózást, mert előtte volt egy vicc csatornám a barátaimmal, és amikor elkezdtem ezt a csatornát, akkor igazániból úgy kezdtem el, hogy csinálok egy YouTube csatornát, Clash of Clans, mert ezt a játékot úgy is szeretem, és akkor majd páran néznek úgy is engem, és igazániból első nap, amikor megcsináltam ezt a csatornát, kicsit közelebb jövök, hogy nagyobb legyek, meg bocsánat, akárben, majd egy green screen ne, szóval, hogy így jobban halljátok a hangomat valószínűleg. Igen, szóval amikor legelső nap, amikor megcsináltam a csatornán, egy videóm volt, és első nap 80 feliratkozót szereztem, és ennek hihetetlenül örültem, hogy úristen, van 80 feliratkozó, míg a barátaimmal csinált másik csatornán 3 év alatt 300 feliratkozót sikerült szereznünk, és hát igen, és most 10 000-en vagyunk. Úgyhogy igazániból ez nagyon-nagyon durva, és soha nem gondoltam volna, hogy ide eljutok. Tudom, hogy ez most ilyen, ja, hát persze, hát soha nem gondoltam, hogy ezt soha nem gondoltam, azt majd 122 milliárd lesz, mondom. Jó, mondom, mindegy, szóval most 10 000-en vagyunk, amit soha nem gondoltam volna, hogy el fog ide jönni, és most itt van. És őszintén szólva, hogy úgy néz ki, hogy ugye most már nem csak Clash of Clans-os videóim vannak, hanem Clash Royale-os is, és ezáltal bővítem a csatorna nézőinek a számát, ezáltal, hogy nem csak egy játék van, és azért mégis a Clash Royale-hoz értek valamennyire, amikor nem vesztek egymás után 5 meccset, valamint azért a Clash of Clans az elég sok köze van. És nagyon sokan szeretitek mind a két játékot, és ezért hoztam létre igazán ezt a csatornát. És hát igen, ezt így valahogy nem gondoltam volna, és őszintén szólva, amikor ezt a barátaimmal megcsináltak ezt a csatornát, akkor mindig is nagy álmom volt, hogy én majd YouTube-ozni fogok, és hogy sokan fogják nézni a videóimat, és hogy szeretni fogják a videóimat, és hogy élvezettel csinálom majd, és nem csak 50-en fogják megnézni a videóimat, hanem több ezeren, és ez itt van. Itt van 10 000 feliratkozó, imádjátok a videóimat, imádok videókat csinálni, és igazániból egy csomóan keresitek a Clash of Clans-ban azt, hogy miért érdemes játszani, mert igazániból a játék nincs célja. És nekem ti vagytok a célja, hogy nektek csináltok videókat, és nektek köszönhetem azt, hogy most 10 000-en vagyunk, nektek köszönhetem ezt a green screen, nektek köszönhetem a webkamerát, a lámpákat, a gemet, a mindent. Szóval, ha nem lennétek, én nem tudom most, hogy néznek ki egy átlagos hétköznapom, hogy nem videóznék, és nem azon járna az eszem, hogy milyen videókat csináljak, hogyan csináljak, meg stb. És igazániból nem hiszem el. És ezért, mert 10 000 feliratkozó, ez egy nagy szám, majd készülök nektek valamivel, amit még nem mondok el, ugyanis igazániból most van nagyjából 2 hetem, befejezni a TH10-11 videókat, amikor ezt a videót feltöltöm, ugyanis ezt az egészet, mint már említettem egy párszor, egy projektre csinálom, egy iskolai projektre, és lelövöm a point, TH10-11 videók kész lesznek. Lesz egy honlap, lesz egy saját honlapom, ahol majd megnézhetitek ezeket a videókat rendszerezve, és majd lesz ott mindenféle videóm több is. És lesz egy honlapom, skacok. És miután meg lesz ez a honlap, prezentálni fogok az egész évfolyam előtt, beszélni fogok erről mindenkinek, elmondani, hogy mit, hogy, miért, mit csináltam, és utána pedig lesz egy német utazás, ami ugye a német cserediákok itt voltak nálunk, utána mi kimegyünk hozzájuk, majd én megyek Berlinbe is 5 napra, és hát nem tudom, hogy hogy fog tudni videókat csinálni arra az időszakra, ezt majd meglátjuk, egyre örülök, ha kész leszek ezekkel a videókkal. Szóval most nagyon sok dolgom van, de ha visszaérkeztem,
akkor meg lesz az a special videó, és készülök nektek majd mindenféle finomsággal, valamint majd igyekszem live-olni is, mert mostanában az nem nagyon jött össze igazániból, és elég kevés live van. Viszont mindjárt itt a nyáskacok, úgyhogy nyáron sok, nagyon sok live lesz, mindenféleképpen rengeteg lesz, és mindent bepótolok, amivel eddig elmaradtam, nagyjából lehet az, hogy hétig minden nap live lesz, de nem akarok ilyen ügyeségeket mondani. Valamint a Pizzer Filozófusra, majd, ja igen, amúgy így hívnak, így, igen, az úgy utána nevezt, elfelejtettem, szóval Pizzer Filozófusra fogtok kapni különleges dolgot, és még ebben a videóban annyit szeretnék mondani igazániból, meg gondolom a címből is láthatjátok, hogy csinálok egy nyereményjátékot. 10.000 feliratkozó, ez egy nagy dolog, úgyhogy úgy gondoltam, hogy csinálok egy nyereményjátékot, és amire mindjárt megmutatom majd, nem úgy, hogy itt lesz az arcom, mert így nem tudom megmutatni, de hogy megmutatom, hogy hogyan tudtok jelentkezni rá, és viszont előtt elmondom, hogy 3 darab gift cardot fogok kisorsolni, 3 darab 10 eurósat, vagy 10 dollár, nem tudom, már emlékszem, mindegy, a lényeg az, hogy 1200 gemet tudtok benne Clash of Clans-ba és Clash Royale-ba is belőle, és vagy Android, vagy iOS, szóval konkrétan mindenki fel tudja használni, akár Android-os, akár iOS-es, és ezt az egészet igazániból a Cashforex-nek köszönhetem, és annak, hogy ti beírjátok a kódomat, letöltitek az alkalmazásokat, használjátok, ezt annak köszönhetem, hogy ezeket a giftcardokat kitömtetek sorson, ugye Magyarországon nem lehet ilyen giftcardot venni, csak az ilyen alkalmazásokkal lehet giftcardot szerezni, ez igazániból valószínűleg kellene fog egy másik Google Store, Play Store account, hogy a játékodat, mert ez olyan amerikai dolog, szóval kell egy amerikai ID, de ezt majd mindenkivel megbeszélem, aki nyert. Szóval, hogyha szeretnétek még több ilyen nyereményjátékot, akkor igazániból írjátok a kódomat. Ugye a leírásban mindent megtaláltok, nem olyan rég volt ez a videóm, hogy hogyan szerezzetek gyorsan gemet. Cashforex, ennyit mondok nektek. És akkor, hát igazából nézzük is meg, hogy mit kell csinálnatok azért, hogy részüljetek a nyereményjátékban. Nos, igazániból most meg is mutatnám, hogy hogyan tudtok jelentkezni a nyereményjátékra, avagy giveaway-re. Viszont előtte még szeretném azt elmondani, hogy miért is csinálom ezt. Igazániból azért, hogy ti is kapjatok abból a sok jóból, amit én kapok tőletek. Úgyhogy ezért fogok kisorsolni 3 darab giftcardot, mint említettem. Szóval, ahogy hogyan fogom kisorsolni ezt egy Gleam.io nevű oldal segítségével fogom megtenni, és most ezt 2 nappal előtte rögzítem. Szóval a lényeg az, hogy lesz egy link a leírásban, amire most én most rákattintok, ez lesz a link a leírásban, és nektek ez az oldal be fog jönni, akár telefonon vagytok, akár számítógépen, és igazániból a lényeg az, hogy itt fogjátok látni, mennyi időtök van igazániból ezt megcsinálni, egy hetetek van. Szóval van rá egy hetetek, tehát itt egy annyi napot fogtok látni, ahány van hátra, szóval értitek. Szóval, és a lényeg az, hogy háromféleképpen tudtok jelentkezni rá, minél többet jelentkeztek, tehát ha feliratkoztok például, tehát hogy ezt a 3-at megcsináljátok, akkor kaptok érte 3 jelentkezést, és ez azt jelenti, hogy 3-szor annyi esélyed van, hogyha mind a 3-at megcsinálod, mintha csak egyet csinálsz meg. Szóval érdemes mind a 3-at megcsinálni, itt látod majd, hogy hányat csináltál meg, és a teljes jelentkezések összegét fogod látni. Tehát itt lehet 10 dolláros iTunes vagy Google Play gift card, sok sikert neked, és 3 féle lehetőségképpen tudsz jelentkezni. Szóval az első az, mint láthatjátok, hogy iratkozz fel a csatornámra elsőnek, ha még nem vagy, itt erre rákattintasz, és fel tudsz iratkozni. Viszont, bocsánat, mielőtt ezt megcsinálnád, itt van, hogy be tudsz jelentkezni Facebookkal, valamint e-mail címmel, ez igazániból azért jó, hogy később el is tudjalak érni, meg valahogy tudjátok, hogy lehessen regisztrálni, ki, mikor, mit csinált, szóval, ja. Tehát, hogy jelentkezzetek be e-mail-el vagy Facebookkal, és utána iratkozzatok fel a csatornára plusz egy lehetőséget, aztán iratkozzatok fel a másik csatornámra, ahol igazániból egy csomó minden tartalom található meg, tehát itt a csatornám, itt elég sok minden található, mint láthatjátok, ugye, ha esetleg nem vagy feliratkozva, és igen, láthatjátok, még nincs meg a 10.000 feliratkozó, ez kicsit hamarabb rögzítem, és majd csak akkor töltöm fel természetesen, ha meg lesz, de
elég valószínűleg meg lesz szóval no para. És tehát, hogy ilyenkor már biztos megvan, hogy tudod, feltöltöm, szóval értitek. Valamint a másik csatornámra 1100 feliratkozó van jelenleg pont kereken, és most újra fog indulni igazániból a csatorna, ugyanis például itt van, most két napja feltöltöttem egy 18 perces videót, valamint itt így azért jó pár támadást található, és lesz még több. Úgy csináltam egy új borítóképet, valamint egy új profilképet is. Szóval, miután feliratkoztál esetleg, valószínűleg a másik csatornámra, utána, ugye itt látod, hogy ezt nem tudtam átérni magyarra, de a lényeg az, hogy meglátogatod, itt ugye be kéne most jelentkeznem, e-mail-e vagy Facebook-e, ezt nem fogom megtenni, de a lényeg az, hogy ez át fog dobni a Facebook oldalamra, amit szépen fogsz, és rányomsz a tetszikre. Itt szépen. A Facebook oldalamon amúgy egy csomó, csomó mindent osztok meg, képeket, videókat, vicces képeket, mint például ez, és stb. Stb. Szóval ezt érdemes igazániból követni, hogyha kíváncsi vagy arra, hogy én mit tevékenykedek, úgyhogy lájkoljátok. És igazániból, hogyha ezekből a három dologból már valami megvan, akkor lehetséges, hogy újra kell, tehát hogy újra fel kell, le kell iratkozni, és újra fel kell iratkozni, valamint újra lájkolni kell az oldalt, hogy érjen. Ez nem tudom, amikor utána próbáltam ezt az oldalt, még így volt, most remélem már jó lesz. Úgyhogy ezzel a háromféle lehetőséget tudsz jelentkezni igazániból a giveaway-re, és igazániból ennyi. Tehát, hogy így tudsz jelentkezni. És igazániból sok sikert kívánok mindenkinek, és hajrá! Viszont még egy kis közleménykutatás féleképpen, hogyha ezt a háromat megcsináltad, akkor kommentelj be a videó alá azt, hogy kész vagyok, jelentkeztem, MZ/X, akármi, szóval írjátok le a jelentkezést, valamint lájkoljátok a videót, hogy azért lássam, hogy hányan vagytok körülbelül. És ugye, ha megvan, ha vége van, itt van a winners, tehát itt ki tudom választani, de még senki sem jelentkezett, és három nyeremény van. Erről majd csinálok egy videót egy hét múlva, miután ez a videó felkerült, három nyertes lesz, felveszem velük a kapcsolatot, és megkapják az ajándékot, valamint segítek nekik megcsinálni ezt a giftcardot igazániból, hogy, hogy tudják használni konkrétan. És igazániból ezt még egyszer muszáj elmondanom, de a Cash for Apps-nek köszönhetnék ezt a giveaway-t, szóval Cash for Apps, használjátok. Szóval, igazániból ennyi lett volna a videónak ennek a része. Jelentkezzetek sokan, majd meglátjátok, hogy ki fog nyerni. És köszönöm, igazániból ez a videó nagyjából ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek, viszont mielőtt befejezném, még egyszer szeretném nagyon-nagyon megköszönni nektek, hogy ennyien sokan feliratkozók, nézitek a videóimat és lájkoljátok. Jelentkezzetek a nyereményjátékra, szeretnétek nyerni. És igazániból mielőtt tényleg befejezném, egy dolgot szeretnék elmondani, hogy másodjára találkoztam veletek, vagyis a KFC-ben, képzeljétek el, a KFC-ben ültem a barátaimmal, épp kajáltunk a héten, szerintem ez a héten volt, kedden, azt hiszem, és a lényeg az, hogy három kisrác odajött hozzám, és autogramot kért, és ne tudjátok, hogy milyen király érzés volt, hogy odajöttek hozzám, és autogramot kértek, felismertek az utcán, és tudják, hogy én ki vagyok, szóval én ez nagyon, 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 nagyon jó érzés, köszönöm szépen. És igazániból most már tényleg ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. És sziasztok!